Edzőváltással indul az év a vecsési ökölvívó szakosztálynál. Kertész Henrik búcsúzik a boxolóktól, közben már javában zajlanak a versenyek. Legutóbb Szerbiában képviseltették magukat a vecsési öklözők, most pedig Egerbe készülnek. A szerbiai versenyen a vecsési ökölvívó szakosztály egy sportolóval képviseltette magát. Tarnóci Tamara ezúttal is helyt állt a megmérettetésen. Hagyományosan január elején rendezik a Nations Cup-ot, a nemzetek tornáját Szerbiában, ez az év első nemzetközi versenye. Sajnos csak egy versenyzőnk tudott részt venni ezen a versenyen, eredetileg 4 vecsési utazott volna, de úgy látszik ez az év elején minden ott ilyen betegségekkel talkított, úgyhogy 3 is betegség miatt itthon kellett, hogy maradjanak. Így végül is Tarnóci Tamara utazott ki a válogatottal Szerbiába. Tamara tavaly még junior korosztályban boxolt, most korcsoportot váltott, ifjúsági korosztályba lépett. Ez azt jelenti, hogy eddig 3x2 percet boxolt, most 3x3 percet kell innentől boxolnia. Tehát tulajdonképpen ez a torna volt a debutáló ifi tornája neki. Izgultunk is, hogy sikerül, azért egész más taktika kell ehhez a 3x3 perchez, mint a rövidebb menetidőhöz. Szerencsére azt mondom, hogy jól sikerült a bemutatkozás. Az első nap a 8 között egy szlovák versenyzővel kezdett. Ennek a mérkőzésnek a 3. menetben TKO-val vége lett, tehát itt a Tamara nagyon határozott boxsal tudott győzni. Majd a 4 között a döntőbe jutásért kellett egy kínai ökölvívóval boxolnia. Ez egy elég nehéz mérkőzés volt. De szerencsé, hát sajnos kikaptunk, nem sikerült nyerni, de nagyon szoros mérkőzésen maradt alul a Tamara. Ugyanak a pontozás az úgy nézett, hogy 29-28, ami azt jelenti, hogy a bírók szerint 2 menetet nyert a kínai lány és 1-et a Tamara. Tehát mondhatjuk, hogy egy elég szoros mérkőzés volt. Így végül is most bronzéremmel zárta ezt a tornát, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos tapasztalatokat szerzett, meg gyakorlatot erre a 3x3 perces korosztályra. Milyen versenyre készülnek most az ökölvívók? Január 20-án Egerbe lesz gyerekeknek egy ilyen pofonparti jellegű torna. Ez kimondottan kicsiknek, 10-12 éves gyerekeknek rendezik ezt a tornát. Ide elmegyünk 5-6 versenyzővel. 21-én vasárnap itt vecsésen a mi termünkben lesz egy ilyen közös edzés, egy ilyen sparring party, ahol bírók ugyan lesznek, de hivatalos eredményhirdetés nem, inkább csak ilyen kicsit szokjuk évelején a ringet, hogy be tudjunk indulni, mert februártól már komolyabb versenyek várnak ránk, hogy február 6-án kezdődik Debrecenben a Bocska István emlékverseny, ez a legnagyobb magyarországi nemzetközi verseny, elég régóta, régi hagyománya is van, ami újdonság, hogy most már nők is indulhatnak a felnőtt férfiak mellett. Itt, ami biztos, hogy 2 női versenyzővel részt fogunk venni, 51 kg-ban Pap Zsófia és 57 kg-ban Szűcs Szabina, illetve várhatóan férfiaknál 56 kg-ban Mátyás Krisztián is indul ezen a versenyen, majd egy 4-5 napra rá az Énekes István emlékversenyt rendezik Budapesten. Ez az ifjúsági korosztálynak egy fontos verseny, ez tulajdonképpen egy előző hozott magyar bajnokság. Itt az ifjúsági korosztályban a férfiak és a nők is indulhatnak. Azért lényeges ez a verseny, mert tulajdonképpen egész évre itt dől el sokszor, hogy ki az, aki a válogatottba befér. Itt is több lányjal és fiúval fogunk indulni mindenképp ezen a versenyen. Edzőváltásra is sor kerül a vecsési ökölvívó szakosztálynál. Ki távozik és miért? Kertész Henrik 2013 óta töltötte be a vezetőedzői posztot a klubunknál. Őt egy elég nagy megtiszteltetés érte, őt most évelejétől kinevezték a junior válogatott vezetőedzőjének, ami nagyon szép és nemes feladat, és mindenképp szakmailag előrelépés is neki, amihez mi nagyon szurkolunk és nagyon sok sikert kívánunk neki mindenképp, viszont azért azt el kell ismerni, hogy egy junior válogatottal dolgozni, ez egy egész embert kívánó szakma, ezt mindenképp főállásba kell, hogy végezze, ezért mi megértettük ezt az indokát, hogy ő neki tovább szeretne lépni, és így február 1-től megválik az Egyesülettől, nem tudja egyszerre mind a két munkát ellátni, és akkor itt teljes gőzzel a junior csapat irányítására fog koncentrálni. Mi pedig február 1-től
kezdődően keresünk majd egy másik edzőt, aki át fogja venni a csapat egy részének az irányítását. Ugye nagyjából úgy volt ez a felosztás, hogy jól magam inkább a lányokkal foglalkoztam, a Henrik pedig a fiúkkal, de ez nem volt ennyire élesen szétválasztva, tehát az átmeneti időszakban is, mint ahogy eddig is közösen is fogunk versenyre menni a fiúkkal. Amint találunk megfelelő szemét, akkor természetesen szeretnénk pótolni őt. William.